Sziasztok, szia Zoli! Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit! Én is köszöntök mindenkit. Mielőtt belevágnánk ebbe a videónak a témájába, mondjuk el, hogy ugye akkor mivel foglalkozunk, és milyen területeken, hogy tudjátok hasznosítani a mi általunk átadott tudást, egyáltalán mit csinálunk ezeken a területeken, ahol mi vagyunk, és hol tudtok minket elérni. Zoli? No, hát én ugye alapvetően biológika konzulens és tréner vagyok, ugye asztrológus, amatőr sportoló és motivációs tréner. Na most ez nálam úgy nagyjából mindegyik egybe van, de megpróbálom külön szedni azért, hogy ez nyilván érthető legyen, mert számomra se egybe született az összes, hanem szépen fonódtak ezek egymásba, ezek a tanok, és még most sincs vége természetesen, mert én is mindegyiket bővítem a mai napig. De hogy hogyan lehet ezekhez csatlakozni általam a legkönnyebben? Ugye több tanfolyamon van, biológika kezdő tanfolyam, ami rendelhető online órákban, illetve be is lehet csatlakozni, csak ez már megy, ez az egyik. Van egy biológika haladó tanfolyam, oda is be lehet csatlakozni, de azt csak nagyon haladóknak ajánlom, akik már jól tudják az új medicinát, és ismerik alapvetően a recall healinget, és ezen kívül van egy állandó tanfolyamom, ami majdnem 3 évig fog szerintem menni, 2 hetenként van, az a többi hetente van. 2 hetente van 1,5 óra bioasztrológika, asztrológiának és a biológikának az összetétele, ami azt gondolom, hogy egyelőre egyedülálló, bár aki ezt nálam elvégzi, az utána, hogyha használja és a gyakorlatban sokat gyakorolja ezt, akkor ugyanígy tudja akár tanítani is. Persze ahhoz nagyon sokat kell vele foglalkozni, tehát benne kell élni effektív. Ez a 3 van, és inga tanfolyamom szokott lenni, mivel ezek nagy tréningek, amit eddig elmondtam, ezek ilyen hosszú tréningek, tehát olyanok körülbelül, mint egy sorozat, hogy minden héten van egy, csak a kettő között nem elég izgulni, hanem tanulni is érdemes valamit. A másik pedig az inga, ami 6 alkalmas, az egy intenzív tréning, ahol megtanulunk ingázni, de megtanuljuk azt is, hogy hogyan, mit és hogyan szabad kérdezni ahhoz, hogy az működjön. Mert attól, hogy valakinek van ingája és mozog a kezébe, attól ő még nem tud ingázni. Tehát attól még, hogy valakinek van otthon zongorája, attól még ő nem zongoraművész. Igen. És én azt szeretném, hogyha az emberek az univerzum szemszögéből jó kérdéseket tennének föl, ezt én is egy nagyon hiteles forrásból tanultam meg. Nyilván vannak hozzá tapasztalataim, el tudok mondani pozitív és negatív példákat, és hát az inga tanfolyamon azért magán az ingázáson ez túl szokott nyilván ez a tanfolyam nálam mutatni. Ajánlom olyanoknak is, akik már ismerik az új medicinát, olyannak is, aki esetleg nem ismeri, ehhez nem alap szükséglet az új medicina, de mindenféleképpen jó, ugye hozzám általában olyanok jönnek nyilván, akik ismerik. Például olyat ki lehet ingázni. Hallottak már róla, igen. Vagy hallottak már róla, igen. Olyan az előző videókból okulva, ugye, amiket itt elmondtunk, hogy olyat ki lehet ingázni például, amikor valaki nagyon vakfoltos, nem érzi még, hogy mi az, hogy másodlagos haszon, csak egy konzultációra rávezetjük, akkor például egy számskála segítségével ki lehet ingázni, hogy hány darab másodlagos haszna van az elváltozásának jelenleg, mondjuk egy visszaeső konfliktus aktivitásnál. Vagy egy konfliktusban hány szereplő van, ha egy ektodermális konfliktusról beszélünk például. Vagy kinek az életét élem például. Van egy ilyen táblázat, az egyik kedves tanítványom készítette. Ki ül a trónomon? És egy csomó szereplő fel van sorolva a táblázatba. Testvér, unokatestvér, kolléga, kolléganő, főnök, nem tudom, férj, feleség, tehát hogy ki ül a trónomon a konfliktusban. Mert nagyon nem mindegy, hogy mondjuk kinek a szavait használom például egy adott konfliktusnál. Na most ezeket ki lehet ingázni, sőt, mi több, az ingával tisztítani is lehet. Semmit nem fog helyettet csinálni az inga. Mozogni fog, igent és nemet fog mondani, tisztítani fog. Ezt én mindig ahhoz szoktam hasonlítani, hogy van egy lakás. És azt mondom, hogy most a konzultációnak is van egy ára, mint egy nagy takarításnak. Eljönnek hozzád nagy takarítani. Kaptál egy energetikailag tiszta teret. Hogy te avval utána mit kezdesz, az a te dolgod. Ennyit tud megadni a konzultáció, és vagy akár az inga. Ennél nem kevesebbet, és ennél nem többet. Viszont az, amikor rá tudok világítani például arra, hogy hány éves voltál, amikor bevésődött nálad az a hitrendszer, hogy a betegség az egyetlen szeretetnyelv,
ugye rengeteg ilyen van, hogy akkor tudtuk egymásnak kimondani, hogy szeretlek, mikor már az anyám halálos beteg volt, mondjuk akkor mondta ki ezt a halálos ágyán, és hirtelen erre nem vakfoltos az illető, akkor ingázom, és akkor ott van, hogy kijön, hogy 27. Hát igen, akkor halt meg anyukám, vagy kijön, hogy 37. És akkor, na, akkor ott mi hangzott el? Tehát magyarán szólva egy nagyon könnyítő dolog az önkonzultációhoz, vagy a konzultációhoz, tehát jöhet terapeuta is olyan, aki már foglalkozik emberekkel, konzulens kollégák is jöhetnek megtanulni ingázni, de olyan is jöhet, aki csak saját magának, vagy a szűk környezetében szeretné használni. Az a jó, ha minél többféle ember van egy csoportban, annál több kérdés hangzik el, és annál jobban lehet tanulni. Ez most fog május 8-án indulni, de áprilisban lesz egy ingyenes bemutató óra, majd itt lesz a videó alatt a link. Na most ugye nálam nagyon meghatározott tematikák vannak mindegyik tanfolyamban, tehát órára haladunk az anyagban, ami részben nekem is segít, részben a hallgatónak is, tehát ez egy ilyen, ad egy ilyen vázat. Azon belül természetesen kitérünk, eltérünk, rengeteg recall healinges vonatkozást mondok, mindenhova egy nagyon pici asztrológiát azért behozok, mert nem tudom teljesen csak azt tanítani, ami le van írva, és hát nem is az én feladatom. Viszont az embereknek nem csak arra van szüksége, azt látom, hogy megtanuljon egy nagyon határozott tananyagot mondjuk a szervezetből, az csak egy alap dolog. Az embereknek szüksége van közösségre, bármennyire is furcsa, nekem nem volt. Mert annyira sok videó volt fönn 5-6 éve már, 7 éve, mikor én az új medicinát tanultam, hogy nekem olyan volt az egész életem, mintha én biológika közösségbe élnék, csak nem offline térben volt ez, hanem online térben. Nekem ehhez külön közönség nem kellett, vagy külön társaság, de látom azt, hogy a legtöbb embernek igenis kell hozzá, mert nem tudják maguknak azt a teret még megteremteni, mert rengeteget dolgoznak, más környezetben vannak, tehát egy biológikás közösség egy ideig tudja őket húzni. Nem végig, egy jó ideig. És én ezért ajánlanám nagyon, hogy kollégámhoz, Mort Krisztiánhoz a klubba mindenféleképpen jelentkezzetek, mert hogy a klub az teljesen másról szól, illetve nem másról, csak máshogyan közelíti meg ugyanazt, amiről én beszélek. Krisztián máshogy közelíti ezt meg, vagy akár Pajol Szilvi, ugye vele is fogunk valószínűleg videót csinálni ebben, mert ott is van egy külön klub. Na most nem mindegy, hogy a klub vezetője, vagy a tréner, vagy a konzulens, az nő vagy férfi. Elvben mindegy, de a gyakorlatban azért azt látjuk, hogy mégsem. Tehát te, Krisztián, mint férfi klub vezető tulajdonképpen, te mit tudsz mondani, hogy miért nagyon fontos a tanfolyamok mellett klubozni, és a klubok mellett akár tanfolyamozni? Először is az, hogy mindenki. Várjál valahogy, ha visszhangzol. Most jó. Az előbb visszhangoztam. Tehát először is, hogy ahogy te mondod, zseniálisan, tehát más személyiségek vagyunk. Merem azt mondani, hogy zsigerileg belemásztunk az új medicinába. Én a klubot azért találtam ki, mert rájöttem, hogy itt tovább kell vinni a lókat, tehát jobban bele kell menni a nyúlüregébe, és a klub azért biológikus élet a neve, hogy is kell élni biológikus tudással, és hogy kell azt szerint élni, és itt belenyúlunk elég rendesen, mélyen a nyúlüregébe, hogy is vannak ezek a dolgok, és ugye már több mint 70 videó fönn van, és ami ér egyedi, hogy minden kérdésre válaszolok, és ha bővebb, akkor teszem fel, készítek róla a videót a tudásommal. Ilyet nem látok, hogy valaki a személyes, magába felmerülő, felbudjanó kérdéseit, amikor tanulja az új medicinát, vagy érdeklődik, vagy videókat hallgat erre, ő bárkinek, bármilyen platformon kapna erre válaszokat. Jelenleg ezt konzultáción tudja megtenni, arra van 1-2 órája. Hát, bocsánat, sokkal nehezebben, egy kicsit hadd szóljak hozzá ehhez a dologhoz. Itt A és B dolgot szeretnék mondani. Tehát az, hogy gondoljon bele a kedves néző, hogyha mondjuk tanulja nálam az új medicinát, vagy már megtanulta, tegyük föl, mert lehet, hogy ugyanúgy tudja, mint én, de mégis vannak benne kérdései. Ma van egy olyan platform, ahova tud egy X összeggel csatlakozni, és a Facebookon, mint bármilyen kommentet oda tud írni gyakorlatilag, oda tudja írni a kérdését, és pár napon belül fog rá kapni valamilyen választ, vagy írásban, vagy videóban. Így de van. Azt mondom, hogy ha pár héten belül kapna, még az is nagy dolog lenne egyébként, megmondom miért. Mert ahogy mondja Krisztián, konzultációban van erre lehetőség, vagy mondjuk nálam korrepetícióban, vagy nálunk korrepetícióban, de nem mindig tudok adni időpontot. És lehet, hogy a klubban egyébként sokkal előbb kap választ,
és ezért nem fontos nekünk személyesen, vagyis online találkozni négy szem közt, hanem ezt fölteheti, mert nem olyan intim kérdés, lazán fölteheti a klubban. Tehát, hogyha ilyen abban az időben, amikor én 5 évvel ezelőtt új medicina vizsgára készültem, az biztos, hogy én ebben a klubban így is benne vagyok, de akkor biztos, hogy első number one lettem volna, szerintem, mert annyi kérdésem lett volna, és ez most egy nagyon új dolog, tehát azt mondom, hogy használjuk ki ilyen szempontból a médiát, a social médiát, mert hogy ilyet is lehet benne találni, és nem csak sallangot. És ráadásul ez kőkemény tanítás, és el szoktam mondani, hogy max 60-70 főig tudom ezt vállalni. Mert nem tudok több száz főnek a kérdéseire vállalni, amit én elvárok magamtól, én nem az embereknek akarok megfelelni, hanem én magamnak akarok megfelelni, és én ezt bele akarom tenni a klubba. De ezért nem nyilvános a klub, ezért van támogatói díj, mert először is tisztelem a tudásom, a másik meg az, hogy ez egy nagyon jó szűrő, hogy ki az, aki komolyan veszi, és nyilván van több száz embernek, nem lehet a kérdéseire válaszolni, klónoznom kellene magamat, meg napi 48 órába kellene tennem. 60-70 embernél, most 20x ember van a klubban, 60-70 emberig tudom ezt vállalni, tovább nem tudom, hogy bármilyen felmerül a kérdése, ha hetente háromszor 30 perc videót kér, akkor én arra megcsinálom, mert az másoknak is jó, más is tanul belőle. Olyan, mint hogyha háromszor elmenne konzultációra, ha belegondolod. Körülbelül egyébként igen. Minimális a különbség a konzultációhoz képest, azt kell, hogy mondjam egyébként. Szinte igen. Minimális a különbség. Valamennyi van, tehát azért nem mondom, valamivel a konzultáció személyesebb, de nem biztos, hogy az annyival jobb, mint amennyivel személyesebb. Legalábbis nekem a konzultációval kapcsolatban több a negatív tapasztalatom, mint a pozitív. És ezt meg tudja privátba is tenni, tehát generál magának egy Facebook nevet, a Facebook, úgyhogy ezt meg tudja, hogyha nem akar nyilvánosan privátba, és írnak, tehát van, aki messengeren ír nekem, hogy erről tudnék-e videót, nagyon korrektül, nagyon a klubtagok érzékelik ennek a klubnak a súlyát, értékét, nagyon korrektül leírják, hogy erről tudnék-e, jó, kivesézik, erről tudok-e videót, vagy várják, mert már megszokták, hogy akkor teszek föl videót, tehát ilyen szintű a klub. Mellette ugye én csináltam egy olyan Facebook oldalt és egy YouTube csatornát, kettőt is. Az egyik ugye az értékesítés, üzletkötés, eladás 20 éve, ahol igazából arról beszélek, hogy hogy lehet függetlenítődni anyagilag, hogy tud az ember bármikor a jéghátán is megélni anyagilag. Ezt azért gondoltam, hogy össze lehet húzni az új medicinában, mert rengeteg elváltozás jön anyagi konfliktusokból, meg függőségekből. A harmadik pedig, ha már itt vagyok, akkor elmondom, hogy ugye a cégem gyárt 5 fajta növényekből készült baba és állatbarát tisztító folyadékokat, ezt lehet intézményileg, engedélyezett, háztartásilag használni, csupán 5 darabról van szó. Webáruházal ellátott, meg lehet őket rendelni, tehát, és természetes vonal, mindegyiknek a linkjét megfogják, az összes, a saját moha, mi a nevem, összekeveredtem, biológikus élet YouTube csatornán, meg a biológikus élet Mohos Krisztián Facebook oldalamon a videóim alatt ezeknek a linkjét mindenhol meg lehet találni. Tehát a saját csatornámon, a saját oldalamon ezeket mind meg lehet találni, meg ugye most ennek a videónak is alól meg lesznek a linkek. Kérdésem van, Zoli, ezeket áttisztáztuk, közérdekű közleményeket. Bocsánat, még ehhez nekem lenne egy nagyon pici hozzátennivalóm csak a klubhoz. Igen. Nagyon fontosnak tartom azt, ha valaki kötötten tanul valamit, mint például, hogy nálam, hogy tanulja ezt egy picit kötetlenebb mezőbe is. És nagyon fontosnak tartom, hogy aki, de lehet, hogy már mondtam, csak nem győzöm hangsúlyozni, hogy aki egy klub jellegű dologban tanul, ott ugye nincs meghatározott tematika, és lehet, hogy egy nagyon picit, bármennyire is nagyon jó információkat kap, nincs neki milyen fogasokra még felakasztani ő benne magában, bármennyire is jó az. Tehát nagyon érdemes akkor valamilyen meghatározott tematika alapján tanulni, de az egyik tulajdonképpen a másikba csúszik. Tehát én nagyon örülök annak, hogy Krisztiánnal mi teljesen egyformán gondolkodunk, de mégis egy másik oldalt képviselünk abban, hogy hogyan lehet tőlünk ezt a tudást belőlünk kiszívni, vagy általunk hogyan lehet hozzájutni, mert ha mind a ketten pont ugyanazt csinálnánk, akkor egymás klónjai lennénk, tehát semmi értelme nem lenne. Úgyhogy én ilyen közösségépítés szintjén sokkal több értelmét látom ennek, hogyha van egy közös halmaz egyébként a két csoportban, és nem csak kettőnk között, hanem egyébként is, mert ugye Pajol Szilviának is van ilyen klubja, mások is tanítanak, tehát ebben nem akarunk kizárni éppen senki, csak most mi ketten
videózunk, és mi nyomjuk ezt ilyen nagy üzemben. Most nekem is van még egy csatornám, amit hirtelen el is felejtettem, az Astroland Sport Coaching, ahol ugye az asztrológiát, a biológikát és a sportot, meg a tudatszinteket rakom össze. Eléggé kevés rá az időm. Tulajdonképpen sportkonzultációkat vállalok, mert azt látom, hogy akár az amatőr sportban, akár az élsportban pontosan ugyanannyi téves hitrendszer alapján mozognak, vagy nem mozognak, vagy sportolnak az emberek. Pontosan ugyanannyi téves hitrendszer van benne, mint a régi orvostudomány és a biológika között. Tehát, hogy a régi orvostudományt a biológika tulajdonképpen úgymond helyesbítette, tulajdonképpen, hogy hogy van ez alapvetően két szakaszban. Na most a sportban ugyanilyen ambivalenciákkal találkozunk például. Az egyik azt mondja, hogy azért vagy beteg, mert nem mozogsz, a másik azt mondja, hogy azért vagy beteg, mert túl sokat mozogsz. Egyik sem igaz. De mégis az edzést én egy nagyon-nagyon fontos dolognak tartom, mert ugye magát az energiaszintet viszont megnyomja. Tehát, hogy attól, hogy én normotóniában vagyok, vagy normotóniában vagyunk, attól egyáltalán nem biztos, hogy magas rezgésen vagyok. Na most a megfelelő tudatszinten végzett sport, és akkor ez most egy olyan mondat, amit elmondtam, ami azt gondolom, hogy nagyon ritka, és nagyon sok információt, és nagyon sok mindent magában hordoz, tehát hogy a megfelelő tudati szinten végzett kötetlen sport, mozgásforma inkább, nem is nagyon szeretem én ezt a sportszót, csak nekem is még az jön egyszerűen a számra, ugye ez van benne a köznyelvben. Ez nagyon fontos, hogy valaki csak akkor tud megnyomni igazán energetikailag, ha ő azt magas tudati szinten végzi, és ahhoz megfelelő információk és megfelelő hozzáállás kell. Na most ezeket tudom én valakinek kísérni ilyen fajta sportcoachingban tulajdonképpen. Személyesen edzéseket, ha nagyon szeretné valaki, én tartok úszást vagy kondit, de nem ez a fő profilom, megmondom őszintén, mert azt más is meg tudja nagyon jól csinálni, ahhoz én nem feltétlenül kellek. Amihez én kellek, az, amit általában nem szoktak ebben elmondani, nem szoktak megtanítani, és az utóbbi 6 évemnek tulajdonképpen a nem csak a sport munkája, hanem a biológika, meg a Hawkins tudatszinteknek a beintegrálása az életembe tulajdonképpen, vagy az életemet abban integráltam, hát most attól függ, hogy honnan nézem, az mind benne van. Tehát az utóbbi 6-7 évem az úgy, ahogy van, benne van ebben, és ezért ezt az Astroland Sport Coaching csatornát a Facebookon meg az Instagramon ezt ajánlom, mert hogy ezt is csinálom, és YouTube csatorna is van belőle, Astroland Sport Coaching, sok minden videót oda is feltettem, és az indító programunk is kihat a sportolásunkra egyébként. És a sportolásunkban az egész szexualitásunk is benne van, és a szexualitásunkban is az egész mozgáshoz való hozzáállásunk. Tehát itt mindennel gyönyörű szépen tulajdonképpen összefügg. Na, Krisztián, te mit szerettél volna mondani, hogy térjünk más témára, azt mondtad. És tegyük a sportot hozzá, mert én is sportolok évek óta, és sőt, tájfutó voltam gyerek, fiatalon, hogy most épp a konditermi edzés jutott be, ugye nekem saját, hát nem nyilvános, de ugye mondhatni azt, hogy saját terem, csak nem nyilvános. Sok esetben, és ezen is el kell gondolkozni, hogy nyilván mi a másodlagos haszna ezeknek, sok esetben a mozgás tartja fenn az embereknél az izületi elváltozásokat. Tehát az, amikor rengeteg sportolónál azt látjuk, mert a betegség elkerülése miatt sportol, meg majd akkor ő egészségesebb lesz, meg mit tudom én, de a forrás, amiért elkezdi, ott a probléma, és jaj, miért van annyinak a csuklója bekötve, a könyöke bekötve, a térde bekötve? Hát mert folyamatosan leértékeli magát. Nem tudok eleget menni, nem tudok eleget fejlődni, nem tudok akkora súllyal edzeni, és ezek folyamatos leértékelések. Már úgy öltözik át. Tehát már az edzés előtt ő már úgy öltözik át, hogy ez sem megy, meg az sem megy. Ja, igen. Ő már úgy öltözik át. Én egyébként én is így csináltam, mert alapértelmezett volt az emberi szabályrendszer nekem is a fejemben régen. Mióta új medicinásan gondolkozok, én például előtte én is edzésterv. Most úgy vagyok vele, hogy bemegyek a konditerembe, és azt edzem, amihez kedvem van, ami jó érzést vált ki belőlem. Tehát ez már megint googolni kell. Na, akkor gyorsan figyelem magam, hogy most mi is a bajod a googolással, Krisztián. Tehát, hogy elkommunikálok magammal, és utána elkezdem csinálni azt, amit, ha nyilvánvalóan meg tudom magamnak. Tehát kommunikálok magammal. De nagyon jó ötletnek tartom ezt, mert tényleg, ahogy mondod, ez a sport azért kellene,
hogy egy olyan plusz dolog, ami, tehát egy jó érzéssel töltsön el. Tehát ez a kötelező, muszáj, nem ezért csinálja szerintem Zoli se, hogy mert magára kell erőltetnie, mert a konditeremben lehet látni, hogy mennyi ember unott fejjel megy be, csak azért csinálja, meg a futkároznak, csak azért csinálja a konditeremben is, hogy elvárás, hogy jól nézzen ki, elvárás, hogy darás dereka legyen, elvárás, hogy nagy bicepsze legyen, és ezért gyúr, mint az állat, de magába a folyamatot nem élvezi. Hát ez az. Csak csinálj, mert muszáj. Nem az egészség miatt kell csinálni, hanem a jól érzés miatt, mert ha egészséget csinálnánk, az állat se szaladgál. Én a lovat elnéztem, hát a lovak tudjátok mennyire szaladgálnak? Semennyire. Legel egész nap. Mit tudom én, fut egyet, egy nap egyszer. Hát a ragadozók még lustább állatok. Azok egész nap csak fekszenek, kivéve amikor vadászik, akkor szaladgál. Itt nem erről kell, hogy szóljon a sportnak. El kell felejteni, hogy az egészség megőrzés, nem jó érzést váltson ki az emberbe. Egy olyan rendszeres dolog legyen, amitől jó. És hozzáteszem egyébként tényleg, a mozgás tényleg, nem tudom, hogy ezt, amit kitaláltak ezeknek a hormonoknak a nevét, ez így van-e, de tényleg jobban érzi az ember tőle magát, ha úgy áll hozzá. Ez egyértelmű. Tényleg jobban érzi, tényleg feltölti, stb. No, amit kérdezni akarok tőled, Zoli, eszembe jutott egy téma. Nem az, amit előtte beszéltünk, de most beugrott. Úgy látom, hogy nagyon sokan félreértik, és ez nagyon összerezeg a te tudásod, az asztrológia, új medicina, stb. Valamit itt nagyon benéznek az emberek ezzel az életúttal, életcéllal, életfeladattal. Na, most akkor melyik? Ez a három. Egyet akartam mondani, csak három szó jött, hogy életfeladat. Na azért mondom, mert nem mindegy, mert nekem van egy életcélom, de nem biztos, hogy az az életfeladatom. Na, ezt akarom. Na, most akkor melyik? Amit én nagyon sokszor néztem, mert érdekelt ez a téma, meg én is kerestem, hogy mi az én életfeladatom, és a YouTube csatornákon nagyon sok ilyen témát találtam, de azt érzem, megint az emberi szabályrendszer szól belőlük. Összeollozgatják könyvekből, de valósában nem a mély tudás. Hozzák példának Arnold Schwarzeneggert, Einsteint, Steve Jobsot. Ezek szerintem mind a karmikus gyerekkorukban, a múltjukból hozott meg a gyerekkori óriási érzelmi hiányukat próbálják ezzel, amit csinálnak, tölteni, és ez iszonyatos energiát ad nekik, de én nem gondolnám, hogy eredendően ezzel ők közelednek a biológiai lényükhöz, az önvalójukhoz, és hogy ők valójában a dharma útjára lépnének azért, mert kepesztik a pénzt, mint az állat. Emberileg jó hangzik, hogy Steve Jobs összerakta a világ egyik legnagyobb cégét, de 50 pár évesen hasnyálmirigy diagnózisba meghalt. Tehát én nem gondolnám, hogy amit az emberek mondanak, hogy ez az életfeladat, szerintem ez is be van nézve. Hát ez teljesen be van. Most, hogyha asztrológiai szempontból nézem, és dharmikus szempontból nézem, ez abszolút be van nézve természetesen. Ez... Mi az igaz szerinted, Zoli? Új hát medicináson. Szóval új medicinában ugye ilyen, hogy életfeladat, ilyen nincs. Alapvetően. De mégis, tehát közvetlenül semmi köze a kettőnek egymáshoz, azonban mégis elválaszthatatlan. Mert hogyha valaki egyszerűen nem csinálja azt az életfeladatot, amilyen megszületett, akkor baromi rosszul fogja magát érezni. Ha rosszul érzi magát, mi jön ki ebből? Baromi konfliktus érzékeny lesz. Ha valaki konfliktus érzékeny, ugye mindenkinek vannak időszakai, amikor több konfliktusa van, több elváltozása az életébe, és van olyan, amikor szinte abszolút nincs, vagy azért, mert nem konfliktus érzékeny, vagy azért nem konfliktus érzékeny, mert szuper külön programja van abban az agyi részbe, ugye? Vagy azért, mert ő tényleg fejlődött, és mondjuk az, hogy magasabb tudati szintet üt meg, és ami tegnap konfliktus volt, vagy egy éve, az ma már kiröhögi, ugye? Tehát, hogy magyarán szólva, azok, amik régen neki konfliktusok voltak, amire régen neki gyúrni és edzeni kellett, az ma bemelegítés, vagy az se. Bocsánat, de tegyük hozzá, ez, hogy konfliktus érzékenységet, hogy amikor rájövünk, hogy nekünk a igazi főnökünknek a biológiai törvényen kellene lennie, akkor azt tegyük hozzá, hogy az emberi szabályrendszer által föltankolt egón kézzel-lábbal tiltakozni fog. Tehát ő meg akarja majd nekünk magyarázni, hogy hülyeség az, amit te akarsz, maradjál te abba az iskolába, járjál te oda, mert szakma kell, mert én meg húznék amarra, mert azért itt lesz ellenfeszülés. Na, itt nagyon sok irányba lehetne menni, most először elmondom az életfeladatot. Magyarán szólva, mindenkinek van egy olyan fajta életútja, amin ő nem tud változtatni. Ezt vagy akárhogy is azt mondják, hogy az univerzum végtelen lehetőségeket tartogat magában,
én azt gondolom, hogy belőlem mégsem lesz holnap ornitológus. Szóval, hogy vagy nem fogok mondjuk a Vidám Parkban nem fogom a hullámvasutat vezetni, annál is inkább, mert megszűnt. Tehát, hogy van egyfajta olyan aktív karmája mindenkinek, melyet nem tud kikerülni. Mondok erre két példát. Valakinek meghal az anyja, meghal az apja. Tudja ezt befolyásolni bármivel különösebben? Nem. Úgy hívják, hogy aktív karma, a horoszkópban ezek meghatározható pontok, látszik, hogy ott elvesztett egy nagyon közeli hozzátartozóját. Azt, hogy az melyik hozzátartozója lesz, ezt nem feltétlenül tudjuk az asztrológiából megmondani, mert nem jóslásra való. Hanem bizonyos nagyon nagy pontok vannak ott, amiben bizonyos energia halmozódásokat meg lehet mondani, hogy most azon az életterületen lesznek valószínűleg szaturnuszi kihívásai, amelyek tanító jelleggel viseltetnek ő felé. De ennél többet lehet, hogy lehetne mondani, de azt mondom, hogy nem szabad. Mert akkor kijátszanánk. Tehát ez az aktív karma. Van egy szunnyadó karmánk, ami még nem született meg, de itt van bennünk, ez az életfeladat. Na most az, hogy kinek mi az életfeladata, ez a horoszkópban a le- és felszálló holdcsomópont, illetve a felszálló, hogy afelé kéne menni. Na most ez nagyon nem történik magától. Ugye, ahogy veled is beszélgettem, nálad sem történt. Nálam sem történik magától. Ez az a dolog, amit csinálni kell. Tehát amit mondtam az előbb, hogy meghal anyukád, meghal apukád, tudsz rajta változtatni? Nem. Van egy erős belső késztetésed arra, hogyha nem lehet gyereked, hogy örökbe fogadj egyet. Tudsz ez ellen a belső késztetés ellen mit tenni? Nem. Magyarázol, vagy szerelmes vagy. Most teljesen mindegy, hogy most ez magas tudati szint, vagy alacsony, függés, vagy nem függés. Tulajdonképp tudsz ellene tenni? Nem, de azt honnan tudom meg, Zoli, akkor ez egy kérdés fölmerült bennem, azt honnan tudom meg, hogy az emberi szabályrendszerek által belém, több ezer éve belém nyomott marhaság az, ami gondolatként lejön, vagy pedig ez az aktív karma út, ami ellen nem tudok tenni. Mi a különbség a kettő között? Hogy lehet ezt megkülönböztetni? Hát a kettő, na most hogy mondjam, az, hogy valakinek meghal az anyja meg az apja, ez nem emberi szabályrendszer, az úgy van. Hogy ő ezt most hogy veszi, az már az emberi szabályrendszer, hogy ez szörnyű, mert gyászolni kell. De hát az, akit beszéltünk a valamelyik videónkban, a hölgy, akinek 10x centis petefészek ciszta és negyedik stádiumú rákat diagnosztizálták, az ilyet ő ki tudná kerülni, 30 pár éves a hölgy, ezt ő ki tudná kerülni, vagy ez benne volt, ez még a múltjából, az inkarnációjából hozza? És hát meg kellene fejlődnie valahogy. Ha már nem tudta kikerülni, akkor már nem tudta. Valaki akkor tud ilyet kikerülni, hogyha mondjuk beletesz 20 évű munkát magába. De ahhoz egyáltalán fel kell ébredni, hogy az, amivel én azonosulok, az nem én vagyok. Hát eleve el kell úgy tűzni. Ez olyan dolog, hogyha most bármelyikünk azt mondaná, hogy megtanultam az öt természettörvényt, én innentől kezdve ezt tanítom, konzultálok, ebből lélek, de amúgy letoljom az egészet úgy, ahogy van. Aha. Akkor ugyanúgy alán fog vágni a biológia, mert én a saját életemben, tudatszintben semmit nem fejlődtem, csak megtanultam egy anyagot, amit én információként szórok szét, és ellenszolgáltatást, mondjuk árat kérek érte. Amihez földi szinten jogom van, nem nagyon lehet belekötni, mondjuk azt, de mégis ez univerzálisan nem stimmel. Uh-huh. Na most ugyanezt csinálja minden ember az életébe, függetlenül attól a legtöbb ember, tisztelt a kivételnek, a legtöbb ember ugyanezt csinálja, hogy megtanul egy spirituális tant, még az is lehet, hogy abból él, és abban van éjjel-nappal, de ő a saját életébe abból semmit nem visz be, de még az is lehet, hogy megvan róla győződve, hogy igen. Tehát akkor, ha jól értem, kicsit mondhatnánk azt, amit én emberi szabályrendszernek nevezek, ezt lehetne hívni karmának, amit hozunk a múltból, és igazából minden embernek az életébe, ha jól értem, ugye a 29-ek, 9-nél 36-tól, tehát asztrológiailag a karmából kap mindenki egy többször ébresztő pofont, csak nem ébred fel a pofontól. Az biztos, hogy kap. De ha fölébred, akkor is kap. Ha fölébred, miért kap? Hát azért, mert attól még meghal az anyja meg az apja, csak lehet, hogy ő még nem úgy vesz. Most ez a példát csak azért mondom, hogy meghal az anyja meg az apja, ezt arra mondom, vagy a gyereke, ne adj Isten, hogy azon nem tud változtatni. Jó, persze, értelek, de hogy kap egy ébresztő pofont, hogy figyelj, kurvára másképp kéne hozzáállni a párkapcsolathoz, életedhez, üzlethez, családhoz, stb., gyerekhez, stb., de nem biztos, hogy ez az ébresztő pofon nála elég mélyen üt.
Abszolút nem biztos. Vagy elnyomja gyógyszerrel, alkohollal. Így van. Abszolút nem biztos, hogy nagyon. És akkor az ilyen emberek, tehát jó, akkor legyünk tényszerűek. Szerinted mostani tudásoddal, összerakunk minden tudásodat, mostani tudásoddal szerinted 100 emberből mennyi ember éli el a darmikus életfeladatát, az élet, az, ebbe az inkarnációjába? 100-ból 1000-ből egy körülbelül. Oké. Maximum. És azt sem biztos, hogy, nem biztos, hogy megszilárdul benne, csak egyszer elérte. Jó. Azt mondom akkor, inkább, hogy 10000-ből egy szilárdul meg. Akkor ha minél tovább, tehát minél több olyan ember van, aki az én testi tünetedet eltüntetem, meg el kell takarítani az utatból azt a hülye férjet, meg tehát minden ego számára szenvedésnek érzékelő dolgot el akarunk takarítani az utunkból, akkor ez magyarul mind a karmába tart. Hát ez igen, csak az, hogy én erre hogyan reagálok, tehát vannak olyan dolgok, amin én nem tudok változtatni, tehát nekem hiába mondják, hogy az univerzum végtelen, és bármit elérhetsz. Persze, értem, logikus. Értem, de ez jó. Így nem, szóval ez így nem stimmel. Lehet, hogy mindenben rejlik egy óriási lehetőség, ami neked kincset ad, de az, hogy mondjuk piros a lámpa, és te azon átmész, és akkor el fognak ütni, ezt nem fogod tudni kikerülni. Jó, de azt ki tudod, hogy a legtöbb ember arra van tanítva, hogy mindig a másik a hibás. Ja, az állam a hibás, a feleségem már... a férjem a hibás, stb. És ezért ugye tolja el magától a változásnak a csiráját. Ez már belső hozzáállás, amit te mondasz. Uh-huh. Tehát a belső hozzáállásomon mindig van, tudok változtatni. És ezerből miért csak egy jut el az élet feladatáig? Mert ez nagyon, nagyon, nagyon kemény volt, amit mondtál, hogy 1000 emberből egy jut el. Hát szerintem annyi, vagy annyi se. Miért? Miért csak annyi? Miért van az, hogy az emberek a karmájukból se tudnak kimászni, amit én emberi szabályrendszernek hívok, hogy egyszerűen nem bírnak belőle, és úgy tűnik, minél jobban civilizálódunk, annál jobban nem tudnak. Miért? Mert nem fogadták el a sajátjukat. Ezt hogy érted? Hát ágának kellene, hogy velük miért ez történik. Aha. Tehát, miért pont vele? Miért pont most? Miért pont így? Már annyira rendben volt minden, és akkor most. Tehát mint a testi tüneteket ellenségnek fogják föl. Opa, így van, pontosan. Ugyanez igaz a karma szintjén, mint a új medicinában a vagotolniás időszakok, betegségek szintjén. Ugyanez. Na most az, hogy, és akkor ez még csak az aktív karma elfogadása. Mondjuk, valakinek születik egy testvére, aki vak. Tud ezen változtatni? Nem. Látszani fog a horoszkópiában a testvérrel való örökös konfliktus? Látszani fog. Tud ez attól, hogy ő megvilágosodik, attól még vak lesz, nem? Igen. Csak ő maga máshogy áll hozzá. És tudod, mi a durva? Hogy ezek a szenvedésnek, az ego által szenvedésnek hívott sztorik egy ilyen kis lámpások, mint amikor tudod, a sötétbe felgyújtják a kifutópályát, hogy hova landoljon le a repülő föntről. Tudod, a filmekben van ilyen akciófilm, mit tudom, Airport, meg ilyenek, hogy úristen, a terroristák leoltották a villant a repülőtéren, és hova landoljon. És akkor valamit kitalálnak, hogy hova kell landolni. És ezek ilyen ellenőrző pontok az életünkben, ezek a szenvedésnek címkézett kihívások egyébként, meg óriási lehetőségek. Az ugrod be, amit mondta, hogy tök furja, hogy mondtad, hogy nem fogadják el, meg akarsz szakérteni az ego mindent, mert igenis ez hülyeség, és azt kell csinálni, mert ezt tanították neki, és vakon megy utána. Pont az ugrod be az a gondolat, hogy az egót, ha teremtménynek nevezzük, akkor a teremtmény át akarja venni a teremtőnek az irányítását. Tehát pont olyan, mint hogyha, mit tudom én, milyen példát mondjak neked, olyan, mint hogyha a Dallas mindenki látta, vagy legalábbis, ha nem hallott róla, és akkor a Jockey Ewing, ő a szereplő, ő az ego. De a létező lény mögötte a lélek, ugye az a Larry Hankman, mert ő az ember. És ez olyan, mint hogyha a Jockey Ewing át akarná venni, tehát mondjuk a Larry Hankman nem csak a Dallasba viselkedne úgy, hanem a civil életbe is úgy viselkedne. Mert én most ezt értem ez alatt, hogy az egóba az a baj, hogy az egónak, az egó megint nem azt csinálja, ami a dolga lenne. Na, akkor én elmondom, hogy szerintem akkor most ez volt az aktív karma, amit elmondtam, ennek két része van, valaki ellenállhatatlan belső késztetést érez valamire. Aha. Mondjuk örökbe fogadjon egy gyereket. Hadd mondjak erre még egy példát. Volt ezzel kapcsolatban egy 1997-es, most újra meghallgatható podcastbe, egy Friderikus műsor, az a cím, hogy az én mozim, és egy hölgy elmondta benne, hogy a drogos gyerekét elvesztette 1997-ben, Budapesten, Oktogonon, az egyik étterembe, túlölte magát, és drogtudatagolásban meghalt. A hölgy nem tudta elengedni a gyerekét, elment a drogellenes ligához,
és egy ugyanilyen fiatal fiút, aki személyiség szinten hasonlított az ő fiára, fölkarolta. Megtörtént pár hónap múlva ugyanaz a tragédia. Csak egy másik köntösbe. Hoppá. Aktív karma. El tudta kerülni? Nem. Azért nem, mert ellenállhatatlan belső késztetést érzett arra, hogy ezt még egyszer meg kell neki élni. Tulajdonképpen ezáltal ő hívta be. El tudta volna kerülni? Nem. Ezt nevezik vonzásnak sokan. Igen. De ez nem az. Tudom, csak mondom. De igen, de így van, ahogy mondod, ezt mondom. Hát bevonzotta ugyanazt, nem, megteremtette magának, mert még nem fejlődte meg. Mert akkor mindenki bevonzana mindent, amitől fél, attól, mert én félek a sündisznótól, meg a svábbogártól, attól, hogy én a svábbogártól írtózom, attól nem fog a mínusz 20 fokos télben megjelenni, csak majd nyáron fog megjelenni. Tehát magyarán szólva a vonzás törvénye ilyen értelemben itt nem igaz, maximum annyiban, hogy meglátok egy csótány hirdetést, mert a Facebook algoritmus feldobja, mert lehallgat. Na, szóval ilyen, azért mondom, hogy ez ennél egy kicsit humorosabb szerintem. A másik, ez az aktív karma, az ellenállhatatlan belső késztetés, és a kívülről jövő olyan dolog, amelyen én nem tudok változtatni, de óriási módon erővel hat rám, mert a személyiség részemet megmozgatja, meghalaszt. De ez még karma, igen. Igen, ez aktív karma, kikerülhetetlen. Nem lehet kikerülni. Mikor ellenállhatatlan belső késztetést érzek arra, hogy megtanuljam az eszperantót. Csak mondtam valamit, vagy megtanuljak angolul. Nem tudom, hogy miért, csak érzem, hogy muszáj. Az is aktív. Vagy le akarom azt a férfit vadászni, vagy azt a nőt, és nem tudok ellene mit tenni. Teljesen aktív karma, vagy ha engem vadásznak le, és nem tudok ellenállni. Vagy engem vadásznak le, de állandóan ellenállok. Ellenállhatatlan aktív karma, kész, nincs vele mit tenni. Igen. Csak máshogy hozzáállni. Na akkor, de mi az életfeladat? Az életfeladatot legtöbben úgy, hogy van, amit el kell érnem ebben az életben, mert ide leszülettem. Hát én inkább azt mondanám, hogy van, amit abba kell hagyni, és az automatikusan, szinte minimális erőfeszítéssel megjelenik magától. Kicsit azt mondanám erre, mint hogyha a sportot hoztuk az előbb példának. Ha azt mondja valaki, hogy minden nap sportolni fogok, és ráveszi magát erőszakosan, akkor ő ettől még valószínűleg a lustaságprogramot futtatja, ha ez neki meg kell erőszakolni magát, nem? Igen. Mi lenne az egyszerűbb? Azt mondani, hogy a lustaságot mától elengedem. Nem könnyebben türemkedne ki ebből a mindennapi edzés? Na, ilyen az életfeladat. Valamit, amit nagyon szervesen magammal hoztam, személyiség szinten, ez a leszálló holdcsomó pont, jelzi az asztrológiában, a horoszkópban egy pont. Hogyha én ezt magammal hoztam, észre se veszem, én azt gondolom, hogy ez a világ legtermészetesebb dolga, hogy én ezen a szemüvegen keresztül látom a világot. Én minden nagyobb konfliktushoz az életben ehhez a ponthoz nyúlok. És mert ebben vagyok a legbiztosabb, mert több inkarnáció van, legalábbis az asztrológia szerint. Én ezt csináltam már több inkarnációban, de ez már sok, elég volt, ez a leszálló holdcsomópont. És el kell indulni a felszálló irányába, de nem lehet elindulni addig, ameddig én ezt nem engedtem el, mert mint békjó, ott van a lábamon, és húz vissza. Persze, hogy nem tudja a legtöbb ember, aki ide jön hozzám, és én ezt is átláttam konzultációból, én egy csomó embernek azt mondtam sokáig, hogy figyelj, én elmondtam az életfeladatát a személyiségemtől függetlenül az asztrológiából magyarul. Egyet nem mondhat, hogy egyszer ne hallotta volna az igazságot, ezt én annyi embernek elmondtam, de rájöttem, hogy nem jó. Azért nem teljesen jó, hiába, hogy igaz, mert a leszálló olyan szinten erős, hogy először azt kell megtanulni elengedni. És az nagyon kemény. Na most erre például mondok egy példát, ha valakinek bak a felszálló holdcsomópontja, akkor annak meg kell, stabilizálódni kell az egész érzelemvilágának, és el kell engedni az érzelem orientáltságot, és el kell engedni a családi függést. És ez az ember azt mondja nekem a rák leszálló holdcsomóponttal, hogy de a család nem a legszebb és legszentebb dolog a világon? Nyilván azt kell, hogy mondjam neki, hogy nem. De a másiknak, akinek ugyanúgy a rák a felszállója, tehát afelé kéne menni, annak meg afelé kéne vinnem, hogy hát azért a család szent, és ne felejts el a családi kötelékeket. És azt kéne megtanulni. Tehát nincs két egyforma, ezért nem lehet azt mondani önmagában, hogy valakinek a család felé kéne menni, és hogy a család alapítás, és a családon való gondoskodás az mindenkinek feladata lenne, mert nem mindenkinek feladat, mert van, akiben túlteng.
És azt se lehet mondani, hogy valakinek akkor a bak felé, a tudás felé kéne menni, mert a tudás az mindig hatalom, az mindig megment, a tudás mindig jó. Nem biztos, mert lehet, hogy előző életeiből annyi tudást hoz, amit most be kell integrálni az érzelmekbe, és egy családba kell azt valahogy beintegrálni, és a családban kell, hogy megélje magát. Na most csak egy tengelyt mondtam el, és már gyakorlatilag annyi hitrendszert bolygattam meg vele, hogy az iszonyat. És asztrológia nélkül hogyan tudnám én eldönteni? Ki vagyok én ahhoz, hogy eldöntsem, hogy kinél melyik az igaz? Én ehhez egy mondatot tudnék hozzáfűzni. Nagyon tetszett, ahogy mondtad, hogy nem az a lényeg, hogy valamire rátalálni az életfeladat, hanem valamit elengedni. Valamit abba hagyni. Valamit és abba ez hagyni. Már sokkal nehezebb. Ugyanúgy, ez... de most itt van az új medicina. Ugye, Krisztián? Valaki rátalál az új medicinára, megismergeti. No, ez nagyon jó példa, igen. Elengedte attól ő a régi orvos tudományos hiedelmeket, hogy a rák halálos? Elengedte azt, hogy örököljük a betegségeket? Ki mondta? Senki. Attól, hogy hallotta az igazságot, Hámer 5 természettörvényét, és akkor mi történt? Semmi. És hogy beszéltünk a hölgyről, mert ő is hallott az új medicináról, már erre a petefészek cisztásról, hogy... de azt nem tudta elengedni, hogy igen, tényleg én vagyok a hibás mindenért, igen, a páromnak mindenben igaza van, igen, én nem tudok jól szexelni, stb. Ha valaki fejlődni akar, akkor az első pont, semmi nem úgy van, ahogy én gondolom és hiszem. Ez az első pont. Amit mondtam, hogy Jézus mondta, követni akarsz, tagadd meg önmagad. Ez az alapja. Semmi nem úgy van, ahogy én gondoltam és hiszem, akkor sem, ha sokan mondják. Ez az alapja. Ha én is valaki, azt mondtam. Ha ez valaki, ha kérdezek, az se igaz. Krisztián, valakinél nincs meg, mondhatnám csúnya szóval az, hogy cseszheti. Megtanulhat ő akármit, taníthatja is. De ha az előzőket nem tudja elengedni, és nem tudja azt mondani, hogy köszönöm szépen, eddig elvitt, de ma már nem visz, tehát nem negatívan egyébként, mert az egész akkor rohadjon meg úgy, ahogy van. Nem. Hanem nem tudja elengedni úgy, hogy igen, addig úgy tűnt, hogy igen, és nem tudja elengedni, akkor kész, nem tud fejlődni. Tehát az életfeladat, most ebben nem megyek bele jobban, a semmilyen fajta cél, hogy mit kell elérni, az nem erről szól, az nem egy ilyen edzésterv, hogy az edzésterv végére lefogyok, meg szálkás leszek mondjuk, nem. Ez pont az, hogy először abba hagyom a lustaságot. Például. Abba hagyok egy olyan tulajdonságot, abba hagyom azt, hogy állandóan elengedek valamit. Van ilyen, aki túl sok mindent enged el, és nem teremt. Akinek mondjuk skorpió leszálló. Vagy abba hagyom azt, hogy állandóan egyedül csinálok valamit, én egyedül önállóan kreatívan, annak közösségbe kell csinálni. Vagy abba hagyom azt, hogy állandóan az érzelmeim uraljanak el, és állandóan mindent az érzelmeimnek rendelek alá, mert én szeretem, mert én sajnálom, mert én utálom, mert én segítek rajta, halak leszálló volt csomópont. Szűz felé kéne menni, pontosan, precízen, logikusan, hogy lehessen követni. De ehhez először abba kell hagyni az érzelemorientációt, és magától kitüremkedik a felszálló holdcsomópont. Na de ehhez azért, erre van az egész inkarnáció egyébként, de ezt nagyon kevesen képesek elfogadni, mert érdekes módon pont úgy jön ki mindenkinek az élete, azt látom, hogy az emberi szabályrendszer nála az ő esetében, az adott egyén esetében, ahogy te mondod, az emberi szabályrendszer, nagyon szeretem, mikor ezt használom, állandóan afelé tendálja, hogy ő ne változzon. Hogy ő ne változzon abba az irányba, ami neki pont, ami neki felé kéne változni. Az emberi szabályrendszer soha nem fogja arra felé húzni. Kap rá néha valami kis figyelmeztetést, de a fölött biztos, hogy elsiklik. Nekem pont úgy jön le most, ahogy ezt mondod, hogy amikor az ember a aktív karmájában van még, és már ugye, felsejled benne, az már egy jel, hogy miért is vagyok itt, az már óriási lépés, hogy elkezd azon gondolkozni, hogy miért is vagyok itt, meg mi a dolgom. Nekem az ugrod be, hogy tényleg ez tök olyan, hogy ami az életed első részében szövetségesed volt, meg segített téged az utadon, az a hozzáállás, az valahogy pont ellentétére fordul az életed második szakaszában. Igen, de így van, ahogy mondod, de a legtöbb ember mit akar csinálni? Benne akar maradni abban, amit az élete első felében csinált. Persze, már el kéne válni a 5 éve, de ő kapaszkodik a másikhoz. Ajaj. És valójában mihez kapaszkodik, ha már tönkrement a házasság? Az emlékeihez. Persze, meg a függőségeihez. Meg a függőségeihez. Mert azt senkit ne felejtsük el, hogy biológiailag muszáj lenne önállósodni. Én erre jó példa vagyok. Én egyfolytában azt hittem, és ebben nem a nők voltak a hibásak, hanem én, hogy
hogy a nő fogja megadni a boldogságot egy férfinak. Én ebben én meg neki. Éveknek kellett, mire kimaxolta magát az egón, mire ebbe kifáradt, mire ebbe csontig járatta magát, hogy mire rájött, hogy ja, de hát ez egy, és ez kellett az új medicina, anélkül nem jöttem volna rá. Ja, tehát ő mindig egy külső forrás maradt, basztus. Pedig az új medicinából ez önmagában nem következik. Ez nem, de kellett hozzá a biológiának a, kellett hozzá az, hogy mennyire erősen úr a biológia törvényei itt a Földön. Ez így van, ebben igazad van teljesen, de önmagában mégsem következik belőle, mert nem mindenki látta volna, csak önmagában az új medicinából. Ja persze, persze, persze. De az, hogy én végig gondoltam, hogy mekkora emberi baromság ez is, hogy majd a házasság és a család, a gyerekek meg, persze a gyerek, amikor ekkora. De amikor 15 évesen már viszontlátás és éli az életét, meg a legtöbb párkapcsolat, hogy néz ki, Zoli? 60 évesen meghal az egyik, a másik 30 évig egyedül marad. Miről beszélünk, hogy a másik adja meg nekünk a boldogságot? Hát és az a sok válás, hát ha ez igaz lenne, akkor nem lenne ennyi válás. Ez nagyon tetszett szerintem, ez nagyon sok embernek nagyot mondott, amit most mondtál, hogy nem valamit kell keresni. Valamit abba kell hagyni. Hanem valamit abba. Az a belépő, hogy valamit abba hagyok, valamiről nem mondok. Hát és... ha el akarok, hát ha el akarok menni most moziba. De bocsánat. De ezt tegyük hozzá, hogy amit abba kell hagyni, a zsigerileg arra a keze. Kézzel, foggal, körömmel ragaszkodik hozzá. Mert annyira és alapértelmezett, figyelj, igen. Itt nálam a konzultáción azt mondja, hogy ő ezt már tudja és abba hagyta. Na most, én nem mondhatom azt, hogy nem így van, mert ki vagyok én ahhoz. De erre azt szoktam mondani, hogy jó, akkor most vegyünk elő egy olyan példát az életéből, amikor ő kibillent a középpontjából. Ugye valamilyen középpontja alacsony tudati szinten is minden embernek van, ahol ő kvázi magához képest a legnormálisabb, hogy úgy mondjam, vagy a legnyugalmi állapotban van. Jó, mondom, akkor vegyünk elő egy olyan pontot, ahol önt kibillentik, fölidegesítik, átvágják, na, nem akarok csúnya szót mondani, átcseszik az agyát, megcsalják, kisemmizik, kirúgják, kibánnak vele, szemetek vele, na akkor ott nézzük meg. Na, ott rögtön kisül, hogy úgy a leszállójához nyúl, hogy észre se veszi, és azt gondolja, hogy az úgy a jó. Na és akkor ezt mondom, hogy itt ebben a 90 percben, amíg velem van és diskurálunk spirituális szinten, addig ezt ön átlátja, hogy önnek valóban ez lenne. A legtöbb egyébként átlátja, tehát aki már hozzám keveredik, egy vagy kettő kezdett el mereven vitatkozni, hogy akkor én most ezt hogy képzelem. Én ott fogom, és azt mondom, hogy nem tudunk egymásra dolgozni, és szépen lecsukom a laptopot, és abba hagyom. Tehát engem ott nem érdekel, mert onnantól velem kezd el vitatkozni, pedig nem én mondom, hanem ott van egy, tehát olvasok, mint egy kottából. Értem, tudom. Ez most olyan, mintha érted, elmész, váltasz egy jegyet a zeneakadémiára, mert jön egy zongoraművész, vagy egy hegedűművész egy idegen országból, te váltasz egy jegyet, egy Mozart szonátát fog játszani, kiteszi a kottát, játsza belőle, és te azt mondod neki, hogy nem úgy van, holott ő azt játsza, ami a kottában van, és ráadásul nagyon jól. Na most, mivel én is ezt csinálom, ezért azt gondolom, hogy jól csinálom, mert minden nap csinálom, bár ezt ne én mondjam, hanem mindig az mondja, aki hozzám jön, de tegyük föl, hogy így van. Onnantól azt kell megérteni, hogy nem velem vitatkozik, hanem a saját asztrológiai képletével, amit én csak leolvasok. Tudod, mi jutott erről eszembe, Zoli? Nagyon ide illik. A saját csatornámra raktam föl egy-két hete egy olyan videót, hogy új medicinásan rájöttem, hogy zseniális új medicinás szemszögből a bűvészeket nézni. Hogy miért követjük vakon az emberi szabályrendszert. És rájöttem, mert a bűvész mit használ ki? A figyelmünket. Tehát a bűvész pontosan tudja, hogy az én agyam hogy van ráva a cilinderre. És tudja, hogy hol tud átvágni, amire én nem fogok gondolni. Mert zsigerileg tudja, hogy mire fogok gondolni. Tehát aki bűvész ügyes, az pontosan tudja, hogy az én figyelmem mire fókuszál, és ő ezért tud engem megkerülni. Ez a létjogosultság a bűvészetnek, amit zseniálisan megcsinálnak. Ez így van, ez így és van. És csak ezért múlik, mert zsigerileg nekem van egy képem arról a cilinderről, meg arról a fehér galambról. És ha ő ezt az én zsigeri programomat ki tudja kerülni, akkor én arra nem gondolok, és ha én arra nem gondolok, akkor alternatívába sincs nálam. Persze, ha megmutatja, akkor tudom, akkor összerakja az agyam,
de amíg nem mutatja meg a bűvész trükköt, addig én nem tudok a kártyára másképp nézni, csak úgy, hogy nekem megtanították, hogy kártya. Ha ő belerak egy trükköt, amit én nem tudok hova tenni, mert nem tudja úgy értelmezni az agyam. Érted, mit akarok mondani, Zoli? Persze, mint amikor, ez egy kicsit hasonló, mint amikor felbérelnek 90 embert, hogy mondja azt, hogy a táblán az a szín az milyen piros, közben sárga, az 91. aki erről nem tud, a végére ő is pirosat fog mondani, hogy ne lógjon ki a sorból. Ugyanez, igen. Igen, vagy emberekkel leültem az üzembe a tárgyalóba beszélgetni, üzletkötőket kerestem, voltak tizenvalahányan, mondom, azt mondják, hogy a mai Magyarországon meg a fejlődő Európában egyre tudatosabb vásárlók az emberek. Magyarországon is egyre tudatosabban vásárolnak, egyre több magyar terméket vesznek, és ez, ahol én vagyok, ez a mi saját magyar cégünk. Bólogatnak, igen, igen, egyre több, sokkal több ember tudatos magyar terméket használ, igen. És elkezdtem sorba menni, mindenki mondja el, hogy mivel mosogat. Pur, jár, pur, amerikai meg német cégek. Tessék. Ennyi. Na, van egy harmadik karma, ugye elmondtam az aktívat, a szunnyadót, és van egy harmadik, a rejtett. Ezek csak egy könyvben vannak leírva, a köztes. Bocsánat, a szunnyadót azt mondtad? Vagy csak említetted? Az az életfeladat. Ja, igen, igen, igen. Okay. Mert hogy bennem szunnyad. Oké. Okay. Tehát, hogy még nem csinált semmit, még szunnyad, nekem kell valamit abba hagyni, amire rájöttem, sokkal ezebb abba hagyni, és valamit elkezdeni. Oké, okay, igen. De ez elsősorban egy belső fejlődés, tehát ez nem egy külső dolog. A külső dolog az ennek csak a mellékterméke, mint ahogy szoktuk mondani. Itt a külső dolog csak egy melléktermék. Az az okozat, a következmény. Ennyi. De az nem elég megcsinálni, mert az azt jelenti, ha én megcsinálom fizikai szinten, hogy összeszorítottam a fogam, na gyerünk, ez még diszharmonikus, és ez még a leszálló, és nem a felszálló. Persze, ugyanaz, mint kivágják az emberből azt a testrészt. És akkor pontosan. Mi van? Ez pontosan ugyanaz spirituális szinten, mint amit itt mond az új medicina fizikai szinten, vagy hogy mondjam. Na most, van egy harmadik, a rejtett karma, az pedig az asztrológiában a spirituális fényszög család. Ezek a 36, 72, ugye ennek a duplája 144. Ugye tovább nem duplázzuk, mert 180-ig megyünk mindig, és az ugye már 200 fölötti szám lenne. Tehát, hogy 36, 72, 144, ha bizonyos bolygók ilyen fényszöget, magyarán szóval matematikai szögekről beszélek, matematikai szöget zárnak be, akkor ezek úgynevezett spirituális fényszögek. Na most valakinek attól függően tud, most a valós nagy spiritualitás területén mondom, és nem pedig a lebutított ezotéria szintjén, tehát hogy ahány spirituális fényszöge van valakinek, minél több, annál könnyebben és gyorsabban fejlődik azokon a területeken spirituálisan, ahol az a fényszög bezárja azt a szöget. De ez nem azt jelenti, hogy az élet minden területén, de általánosságban elmondható, hogyha valakinek egy ilyen spirituális fényszege van, az elég kevés. De ha valakinek 4 vagy 5 fölötti, adott esetben 6, 7, 8, 9, akkor nagyon durván gyorsan tud fejlődni. De ezek a fényszögek önmagukban nem csinálnak semmit. Milyennek a neve? Milyen karmának nevezik? Rejtett. És ez akkor ez mit mutat valójában? Valójában polgári szinten semmit. Tehát önmagában, hogyha van egy ember, aki 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás, hogy most Nagy Ferót idézzem, aha, ezen a szinten semmit, és nem is okoz semmit. Tehát nem olyanok, mint a többi főfényszögek, hogy ha ott van egy kvadrát, akkor kívülről jönni fog a konfrontáció, ha van egy opozíció 180 fok, akkor bennem lesz egy belső feszülés az adott házterületeken, az horoszkópból. Azok konkrétan elmondhatóak érzelmi, vagy akár fizikai szinten a többi fényszög külső hatás, ellenállhatatlan belső kényszer, vagy valami kivéthetetlen külső, pozitív vagy negatív hatás formájában a többi fő fényszög. Ezek a 360 foknak az osztásaiból jönnek ki. Na most ezek az aktív karmához kötöttek inkább, de a rejtett karma az önmagában semmit nem csinál, azok egyébként fehérrel vannak azok a fényszögek jelölve, a többi az zöld meg piros, ez fehér. Önmagában ezek a fehér fényszögek, a 36 fokos fényszög család, ezt így hívjuk, önmagában nem csinál semmit. Mikor fog elkezdeni nagyjából aktiválódgatni, picit aktiválódni, mikor valaki fogja, és először elolvas egy számára spirituális könyvet. Az se biztos, hogy sokáig viszi, mert mi van akkor, ha valami hamistan? Ezt akartam mondani. Ettől még megint csak nem lesz semmi.
Tehát azért rejtett karma, mert ezt úgy kell elképzelni, hogy van a kertemben egy láda, ami el van ásva. Attól, hogy én kiásom, attól még nem biztos, hogy ki tudom nyitni. Nem biztos, hogy van hozzá kulcsom. Tehát nem tudom, hogy mi van benne. Tehát az, amikor kinyitunk egy David R. Hawkins könyvet, vagy kinyitjuk a szervatlaszt, az egyébként rejtett karma. De hogy én abból hova jutok, és milyen kincset veszek ki belőle, az rajtam múlik. Tehát attól, hogy valakinek teli van, és könyvtára van spirituális irodalomból, az még abszolút nem rejtett karma, csak minimál, tehát az még nem csinált semmit. Tehát ez csak akkor aktiválódnak ezek a fényszögek, akkor aktiválódik be, mikor valaki a saját életébe beintegrálja azt, amit megtanult ezekből a könyvekből. Mondjuk, például a kokáért, amit te mondtál, leteszi a társfüggést. Az már igen. De ahhoz viszont nem feltétlenül kell könyveket olvasni, valaki polgári szintről is eljuthat oda, csak sokkal nehezebb. Vagy ez lehet az, hogy az aktív karma meg a szunnyadó közötti válasz, nem? Hogy lehet, hogy ő egész életében a párkapcsolatban látta a megoldást, zsigerileg, és lehet, hogy pont ezt kell meglépnie. Igen. Hogy lehet egyébként ezt közben eszembe jutott, hogy aktív karmának nevezted, az volt az első? Az volt az első, amit nem tudsz kikerülni, belső vagy külső hatás. A második a szunnyadó. Az az életfeladat. A szunnyadó, így nevezted, azt hiszem. Így van, nem én, de így, ha hívják, igen. Na, most ahogy beszéltük, ugye ez elméletileg a hozzáállásunk homlok egyenest ellentétes lesz a szunnyadó, amikor abba átlépek. Teljesen. Mint a aktív. Oké, hogy lehet ez biológikus? Nem, bocsánat, nem. Tehát a leszálló lesz ellentétes azzal, amit kéne csinálnom. Az aktívval nem biztos, hogy ellentétes. Tehát attól, hogy az egyik szobában kiég az égő, attól még a másik szobában nem ég ki. Értelek. Tehát az aktív karma az egyik szoba, a szunnyadó karma a másik szoba, a rejtett karma az meg egy rejtett szoba. Értelek. Oda még be sem mentünk. És amikor zsigeri szinten valakinek eszembe jutott megint a hölgy, a jó kislány szerepből pont abba kellene átlépnie, az a szunnyadó karmája, hogy igenis kiálljon magáért és felvállalja magát, de őnek ez teljesen testidegen. Hogy tudja az ember megúszni ebből az aktív karmából, a szunnyadó karmába lévő felébredést, átlépést konfliktusok nélkül? Bocsánat, te arra utalsz, értem, hogy mit akarsz mondani, csak nem hagyhatjuk így. Tehát, hogy a leszállóból a felszállóba. Igen. Hogy hogyan tudja, akkor kikerül. Fordítsuk le polgári nyelvre. Tehát, amit zsigerileg mindenhez hozzányúl, minden csinál abból. Igen. Átlépni abba, ahogyan kellene viselkednie. Hát tulajdonképpen, hogy teljesen őszinte legyek, ha ez magától nem megy, akkor tulajdonképpen ehhez kellene a módosult állapotba a terápia. Aha. Én ezt nem vállalom, de hogyha valaki egy nagyon jó terapeutához, ha én elmondom neki, hogy ehhez kellene eljutni, mert mindenféleképp rossz az a pont, amihez ő hozzányúl, és el kéne jutni oda, hogy... Ha ő elmegy egy nagyon jó terapeutához, és ezt elmondja neki evétárja, aki módosult tudatállapotban tud vele dolgozni, akkor az könnyíthet ahhoz, hogy eljusson oda. De most, ha például ennek a hölgynek az eseténél vagyunk, és ő a jó kislány szerep miatt értékelteli magát nagyon nőiességben, te mit tudnál neki mondani ilyen tudással, hogy nap mint nap milyen, hogy trénerezze magát azon, hogy ő átváltson az ön felvalláshoz, az ön, és nyilvánvalóan, ahogy te mondtad, a külső dolgok következmények, de lehet, hogy akkor neki ugye önállósodnia kell egy ideig, nem szabad párkapcsolat, most mondok példákat, nem szabad párkapcsolatban lenni, le kell szakadni válni a szüleitől, lehet, hogy a munkahelyét ott kell hagyni, csak csomó mindent borítani kell ahhoz, hogy ő átmenjen ugye a szunnyadó karmát, tehát a felszállóba át tudjon lépni. Mit tudnál ilyen embereknek mondani, hogy milyen terápia jelleggel, nap mint nap, hogy álljon magához, hogy ezeket meg tudja haladni? Hát ugye innen, mivel én nem ismerem, akiről szó van, csak így közvetettem. Ja nem, ez, ő nem konkrét róla, csak most ezt tudom, hogy ez nőknél, bocsánat, te is tudod, hogy szerintem 10 nőből 8 nőnek biztos volt ma az életében vetelfészek cisztája. Tehát hát azért jó, kisebb, nagyobb, kinél mekkora mebb, és van fél centis is, de mégis, tömeg probléma, hogy a nők nem kellőképpen tudnak hozzáállni úgy, ahogy kell, a férfiak is, ugye? Hogy ilyen esetben, hogyha ezen a téren kell nagyot váltania, pont ellenkezés, ahogy hallom, te azt mondod, hogy a leszálló meg a felszálló között tényleg 180 fokos az ellentét. Az abszolút. Az konkrétan fokszámra is annyi.
Tehát matematika, ugye 360 fok egy kör, egy horoszkóp is annyi, az pontosan, mivel egymással szemben van, nem lehet más, mint 180 fok az eltérés. És tegyük hozzá, én nem asztrológiailag mondom, csak amit tőle tudok, de úgy medicinálisan mondom, hogy tegyük hozzá, hogy ez is nagyon furi, mert attól, amit az aktív karmában az ember megtanul, például megtanul kurva nem jól... Nem biztos, hogy megtanulja. Az bocsánat, az csak történik. Vagy nem úgy értem, hanem van egy szakma... De jó, ahogy mondod, csak azt mondom, hogy inkább megtanulhatja. Nem úgy értem, hanem van mit tudom én, 30x éves koráig ő csinált valamilyen szakmát, és... Ahogy értem, tehát, hogy ellenállhatatlan késztetést érzett arra, hogy ő mondjuk ácsmester legyen, és valamit azt... Valamit megtanul. Azt ne felejtsük el, de mondd meg, ha hülyeséget mondok, én azt látom, hogy attól még azt az addigi életébe összerakott tudást fogja tudni kamatoztatni a felszálló életébe, csak másképp kell hozzáállni. Tehát van olyan, a hozzáállása, igen. A hozzáállása az óriásit kell változnia, teljesen hónok egyenest, de attól, hogy ő mit tudom én, mondok egy példát, nagyon jól megtanulta zenélni, és nagyon jól tud az ujjaival bánni egy hangszeren, azt lehet, hogy fogja tudni, vagy az agyának azt a helyét, vagy az agyának azt a részét, ami kiélesedett, kifejlődött a hangszer használata, az fogja tudni használni a következő életébe valamilyen szinten, nem? Ez biztos, ez így van. Mert most várja, ebbe az inkarnációba, vagy a következőbe? A felszálló életében, amikor a felszálló, amikor a szunnyadó karmájában az életfeladatában. Amikor már csinálja az életfeladatában. Az életfeladatában, igen. Van olyan, hogy igen, és van olyan, hogy nem. Van, amikor a kettő szervesen összefügg, és át tudja fordítani abba, de van olyan, amikor egy teljesen új életet kezd valaki. Ezt nem lehet megmondani. Nem úgy értem, hogy új, amit mondtam neked a testépítőnél, hogy abba kellett hagynia, mert a testi tünetekkel egyszer abba kellett hagyni az élsportot, de benne maradt csak, mint tanító ment át utána, tehát nem ő aktív sportoló volt, hanem átment tanítóba. Így igen. Tehát most erre gondolok, hogy valaki igen. Mondjuk marha jó tanár, de az egész tanári karát ott kell hagyni, viszont lehet, hogy tanítani fog ezután is, csak más aspektusban, más területen. Ez teljesen lehet, igen. Ez teljesen lehet. Tehát és akkor már átmentünk egy szólista esetében, már átmentünk az egyéniből a csoportosba. Persze, hogy más... Ez már lehet, hogy jó egyébként. Én ezt úgy szoktam megfogalmazni, de ez tök jó, mert egyébként összefügg, összerezek gyönyörűen. Én úgy szoktam megfogalmazni, hogy amíg, és én ezt nevezem karmának, hogy amíg a gyerekkori és a előző életből hozott érzelmi hiányainkat próbáljuk az önös érzelmek kielégítésével betölteni, tudod, azért dolgozok, mint a hülye, hogy állandóan mehessek nyaralni. Ez még az önös érzelmi érdekem kielégítése, hisz onnan érzelmet várok, azért csinálom ezt. Ez így van. Viszont... Visszatérve a hölgyre, amit kérdeztél, hogy akkor igen? Én mit tudnék mondani abban, hogy... Igen. Konkrétan most innen semmi, de annyit mindenféleképpen, és ezt úgy mindenkinek, hogy ahhoz, hogy valamit valaki elérjen az életben, belső fejlődésben, spirituálisan, annak az az alapja, hogy nem egy dolgot, hanem lehet, hogy 101-et elengedek. És lehet, hogy különösebben mást nem is nagyon kell tenni, mert eleve térképződik és idő, és én azt fogom tenni. Ezzel szerintem óriásit mondtál ebbe a videóba, hogy ez megint egy, na ezt imádom, egy új medicinás látásmód, amikor ráharapnak az emberek valamire, és azt mondják, hogy nem tudok most milyen... Hát könyörgöm, hány ember azt mondja, hogy akkor hagytam abba az edzést, mikor párkapcsolatom lett? Én ezt tudod, hogy hány embertől hallottam konditeremben? És amikor szakított, újra elkezdte. Szuper. Szuper. Én is ezt tudom mondani. De akkor hova vitte az a párkapcsolat? Na, ezt akartam mondani, hogy... De ez hogy... így mondatból kiderül, ehhez konzultáció se kell. Ha minek? Ugye új medicinásan ott egyből az van, hogy igen, tehát attól lett rosszul, hogy ne, ez nem. Vagy a cigarettától lett, kezdjük újra az egészet. Igen, így akkor van. Kezdjük újra, jó reggelt kívánok, igen. Igen. És ez annyira ugyanúgy egy ilyen teljesen más nézőpont, ahogy te mondtad. Nem tudom, hogy ezt most asztrológiailag így tanultad, vagy így kaptad át az infót, vagy te magad raktad össze már új medicinás szemmel, hogy hát ezt, ja, az... nem belekezdeni kell valamibe, tehát nem kajtatni kell az életfeladatot, hanem abba hagyni valamit, mert ez azért nagyon tetszik, mert az a, és ebben tök igazad van, tök jó, hogy mondod, mert
Az a probléma, hogy ugye az ego, az én véleményem szerint az emberi szabályrendszer sose fog tudni eltalálni a darmikus útra, az önvalónak az útjára, mert nem tudja értelmezni. Tehát a tudatába nem fér bele. Nem, tehát a tudatoda nem talál rá arra a dologra. És ez azért tetszik, ahogy mondtad, mert igen, mert hogyha láttad a Vissza a jövőbe című filmet? Persze. Abba volt az, amikor egy alternatív 1985-ben visszacsöppent a Doki meg a Doki, és mondta, és rájöttek, hogy alternatív. Rájött, hogy ugye a Biff egy korrupt gangster lett, és mondja a Márti, hogy nem baj, hát visszamenjünk a jövőbe, és helyrehozunk mindent. Azt mondja, Doki, nem jó, mert az ennek a realitásnak a jövője lenne. A múltba kell visszamenni. És ez azért tetszik, amit mondtál, mert amíg az ember a YouTube csatornákon keresztül kajtatja az életfeladatát, az a baj, hogy az aktív karmikus hozzáállásával keresi, és az ugyanannak lenne a folytatása. Igen. És ez pont azt kell leállítani. Tehát amíg én, és erre Roberto mondta, és most nagyon pörög az agyam, és hozom össze a gondolatokat, hogy Roberto mondta nagyon jó, és ez ugyanaz, hogy amíg valaki ács, és kalapácsot adsz a kezébe, mindent szegnek fog nézni. Ez így van. És ez ugyanaz, hogy valaki, amíg nem szakítja meg ezt a vonalat, ezt a fajta hozzáállását, amit hoz, addig csak abból tud nézni, abból az emberire. Na látjátok, gyerekek, ezért mondom, hogy rohadt veszélyes az emberi szabályrendszer, mert annyira automatán működik, hogy neked, te beszéltél már arról a csatornád, hogy te régen mivel foglalkoztál, előző életedben? Már nem előző életedben, hanem eddig, tehát mit tudom én, 10 évvel ezelőtt mivel foglalkoztál, mi volt a szakmád? Nem különösebben, de annyit elmondok, részletesen nem szeretnék belemenni, de annyit elmondok, hogy ahhoz, hogy ezt csináljam, azt abba kellett hagyni. Na, de a mai napig téged oda belecsöppentenek, vagy azt az eszközt a kezedbe adják, azonnal rá mindened, nem? Hát már nem, de sokáig igen. Tehát, hogy nagyon sok idő kellett ahhoz, mire. Jó, de többet tudnál belekezdeni, mint én. Többet. Én, mint a vendéglátós régen, amikor vendéglátós voltam, tehát a mai napig tudom, hogy kell a tányért összefogni, hogy kell a tálcát meg, tehát rááll az agy abban a másodpercben. Most következő van, tehát ahhoz, hogy valaki tényleg valamit el tudjon kezdeni, az valamit abba kell hagyni. Most azt a sajnálatos dolgot láttam, hogy egy gyakorlati példát hadd mondjak. Közeli barátaimnál, tehát olyanoknál, akikkel baráti viszonyban vagyok, voltam, fiúk, lányok, nők, férfiak, kortól és nemtől függetlenül. Én azt láttam, hogy mindenkinél a leggyengébb pont az a párkapcsolat volt. És ezt onnan láttam, hogy ameddig nem volt párkapcsolat, addig tulajdonképpen az önfejlesztése az arról szólt, hogy az előzőt kiheverje, és hogy majd a következőbe jobban menjen bele. Onnantól az önfejlesztést megint abba hagyta, jött a mézes madzag, jött az, ami, hogy megkapja azokat az érzelmi hiányokat. Jött az a mézes madzag, hogy na most már megkapom, fejlődtem hozzá eleget. És nem kapja meg természetesen. Megint kijön a párkapcsolatból, megint elkezd fejlődni. Megint belemegy a párkapcsolatba, és megint csak minimálisan nyitja ki azokat a könyveket, minimálisan megy el sportolni, minimálisan építi be azokat a szokásokat, amiket addig zseniálisan beépített. Ameddig önmaga volt, addig tett önmagáért, de ahogy bejött a másik ember, onnantól kezdve mindamit elvágtak. És én ezt annyiszor végignéztem az életbe, gyerekkoromtól fogva, ezt új medicinától függetlenül tudom mondani, ezt én annyiszor végignéztem, még végig asszisztáltam, hogy már többet nem. Erről beszélek. Már nem érdekel. Tehát már azt mondom, a te életed azt csinálsz, amit akarsz, apám. Erről beszélek, Zoli, amikor mondod, hogy valamit abba kell hagyni. Tehát amíg valaki, és teljesen mindegy, és mondtad, hogy a körülmény vált, nagyon jól a körülmény ilyen télen irreleváns. Teljesen igazad van. Tehát független attól, hogy én most sportolok, gyógyszert eszek, vitamint eszek, zöldséget eszek, milyen lébőt kúrát csinálok, amíg a betegség tudat, elromlás, meghibásodás tudat van a fejembe, ugyanazon a kaptafán fogok forogni. Ugyanazon. Az aktív karmának a következménye lesz a jövő, nem változás. Na, ezt ez akartam mondani. Hanem át kell, le kell mászni erre az emberi szabályrendszer fájáról, el kell flattyogni arra a fára, amiről azt mondjuk, hogy biológika törvényei, és akkor változik valami. És ez mondom, ez szerintem ez zseniális mondatod volt, hogy nem valamit el kell kezdeni, mert még az egónak lesz a következő tézise, mert szerencsétlen abból tud táplálkozni, amit van. És
annak a gyökerét kell abba hagyni, hogy gyerekek, akkor új alapokra kell helyezni az egészet, mert itten valami nagyon csak forgolódunk a takony. Az életben minimum pár évente óriásiakat kell változni, még akkor is, ha valaki mindennaposan egyébként másokhoz képest megújul, a saját életében azok a változások, amiket a Szaturnusz meg az Uránusz hoz és előre jelez és szimbolizál, azok akkor is jönni fognak, ha ő minden nap megváltozik, mert magához képest, akkor ahhoz még nagyobbat kell, csak az átlaghoz képest azokat lazábban fogja, mondjuk azt, hogy megugrani, és nem csavarja meg annyira, mint a centrifuga. Mert a legtöbb embert úgy csavarja meg 7 évenként az élet, meg 14 évenként, ugye a szaturnuszi ciklusoknál, meg az uránuszi visszatérésnél például, 42 éves kor körül, amiről az életközepi válság videónk szól, úgy csavarja meg az élet, mint a centrifuga. És akkor jön a rákdiagnózis, meg jön az, hogy a cég becsődölt, meg jön az, hogy leégett a ház, meg el kell válni, meg mit tudom én, elment egy gyerek, most csak mondtam valamit. És tegyük hozzá azért, hogy a rosszban legyen jó is, hogy valójában, amikor ez az első, ez az emberi szabályrendszer, ez az egós, ahogy te mondod, aktív karma dolgon, persze kapaszkodunk kézzel, körömmel, foggal, mindennel, de azért azt ne felejtsük el, amikor egyszer rátalálunk, abba tudjuk adni az addigi hozzáállást, és el tudunk valami mást kezdeni, azért az még édesebb lesz nekünk, csak arról nem tudtunk, hogy van. Hát erre mondta Jézus, hogy a fény mindig ott volt a sötétségben, de nekünk még csak, a fény mindig ott volt a sötétségben, viszont a sötétségnek még csak fogalmasa volt róla. Na ez az, tehát nem volt még rá szemünk, hogy észrevegyük. Se fülünk, se látásunk, semmink. Semmi az égvilágon. Tehát amikor valaki éppen benne van a slamasztikában, én azt nem csodálom egyébként, hogy ott semmilyen fajta kiútat nem lát. Ilyen a konfliktus aktivitás például, ugye? Ott semmilyen fajta kiútat nem lát. Én se látok, mikor konfliktus aktivitásban vagyok. Esetleg szerencsése hamarabb kijövök belőle, mint az átlag, mert egy idő után észreveszem magam. De ennyi, attól még velem is megtörténik ugyanaz. Attól, hogy valaki sportol, attól ugyanúgy egyébként hajlamos lesz a betegségekre régi emberi nyelven szólva, attól még konfliktus érzékeny, mert ugyanaz a személyisége, sőt, mi több, még az is lehet, hogy átbillen a ló túloldalára, és már a sportból fogja magának a konfliktusokat csinálni. Miért? Mert a személyisége ott is ugyanaz, mint aki előtte volt. Tehát, hogyha személyiség változásra nem sarkal mondjuk a sport vagy a szerelem olyan irányba, ami nekem pozitív, mert nem lehet mindenkinek ugyanaz a pozitív irány, nem mindenkinek ugyanaz a fejlődés iránya. Ha nem sarkalnak az életembe ezek a dolgok fejlődésre, változásra, amit szenvedésnek fog fel az ego, azt tegyük hozzá. Szenvedésnek fog fel az ego, ha én ezekben nem állok bele önként és dalolva, akkor az élet megcsavar. Mint a centrifuga. De hogyha én azt mondom, hogy akkor megyek bele egy szakmába, egy új területnek a megtanulásába, akkor tartok meg egy új tanfolyamot. Akkor hirdetek meg egy új webinárt, amikor én is harmonizálok vele. És én is érzem, hogy valamit ezáltal megtanulhatok, fejlődhetek, átlátom, hogy mások honnan jönnek és hova tartanak, akkor jó lesz. De ha én azt mondom, hogy meg akarok felelni, mert most éppen 60-an erre akarnak jelentkezni, de én most ezt baromira nem akarom, akkor magam ellen mentem. Hogyha egy párkapcsolatban valaki csak azért megy bele, hogy végre legyen valakim, hogy ne legyek egyedül, hát akkor majd nézze meg, hogy annak milyen konfliktus lesz az ára. Ne nekem higgyen, nézze meg! És tegyük hozzá, hogy az alapszintű zsigeri hozzáállásunk, az tényleg annyira azonosulunk vele, hogy azok vagyunk mi, és azért nehéz azzal szembe menni. Mert hát mindenki azt mondja, hogy menni kell az orvos keze alá, meg a kés alá, és akkor egyedül vagy benne, hogy valamit azt súgja, hogy ne. Valami mégis itt azt súgja, hogy ne. No, megint jól elmentünk. Na, köszönjük szépen, kedves nézők! Köszönjük szépen nektek, a linken minden meg fel lesz írva Zoliról, meg az én csatornáimról is. Ide teszünk minden linket, sziasztok, minden jót kívánunk. Jó meghaladást kívánunk, sziasztok! Viszontlátásra, minden jót!